Azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy nekem egy könyv tetszen, szeretnem kell a szereplőt, azonosulnom kell vele tudni, hogy így meglegyen az empátia, meglegyen egy csomó közös dolog. És hát ehhez képest most egy olyan könyvet olvastam, amiben egy percig nem tudtam senkivel egyébként szimpátiát érezni, senkit nem tudtam megkedvelni, egy kicsit sem ö, bosszantott, ami vele történik, a főszereplővel. Egyáltalán nem tudott ez a része megmozgatni, de cserébe a könyv. Az valami elképesztően jó volt, iszonyatosan érdekes volt a sztori, és nagyon vitt magával az egész, fantasztikus volt, annak ellenére, hogy teljes mértékig átírta azt, amit én eddig gondoltam arra, hogy miért szeretek egy könyvet. Sziasztok, könyv vagyok, ez itt a Borító Alatt én pedig Rita vagyok. Szóval a felvezetőből nem feltétlenül egyértelmű, de R.F. Kuangtól a sárgáról szeretnék nektek mesélni, mert ez egy olyan megosztó könyv, egy annyira érdekes témakört és sok érdekes témakört jár körül, hogy az valami hihetetlen, hogy én tényleg kezdjük úgy, ahogy a bevezetőben elmondtam, utáltam a szereplőket. Nem volt olyan karakter, akivel azonosulni tudtam volna, még egy kicsit se. Megvolt az, hogy persze minimális részekben igen, hogy ja, én is átérzem, hogy milyen, amikor cyberbullyingolnak, vagy bármi hasonló, de Isten igazából nem, egy kicsit sem volt meg az empátia, sem June, sem Athena, sem senki felé. Ennek ellenére a könyv olyan atmoszférát teremtett, olyan hangulata volt, és annyira izgalmasan tárta fel az írónő ezt az egész esemény sorozatot, hogy, hogy nem tudtam letenni, nem tudtam abba hagyni, és nem is akartam abba hagyni. Annyira izgalmas volt, annyira megdöbbentő volt egy csomó része, és annyira elgondolkodtató témákat vetett föl, hogy tényleg csak ajánlani tudom, én nagyon szerettem, engem totálisan megvet magának az írónő. Kezdjük spoilermentesen a történetet, illetve mielőtt a történetbe belemennék, azért a címet járjuk egy nagyon picit körül. Sárga. Számomra egyértelmű volt, hogy hiszen kínai az egyik szereplünk, vagy fél kínai az egyik szereplőnk, ezért megvan ez a sárga dolog, hogy mi ugye ezt magyarul így hívjuk, hogy a sárgák akár tetszik, akár nem, van egy ilyen kifejezés erre a kultúrára, meg erre a világra. Az angol címe az, hogy Yellowface, ami szintén ugyanezt jelenti igazából, és, és ez nagyon erősen utal a rasszizmusra. De azért azt is tegyük hozzá, ami miatt szerintem zseniális, hogy ez a borító választás is lett, meg tényleg ez a cím, hogy sárga, hogy magyarul, ez szerintem nagyon jól működik, hogy ugye sárga az irítségtől és hát az irítség az nagyon durván benne van a könyvben, tehát az kb. így a vezérfonala, hogy June mennyire irigy Athena sikereire, és egyébként mindenki más is mennyire irigy Athena sikereire, majd utána mennyire irigy mindenki June sikereire. Szóval ez végigvisz ez az fonal is az egész könyvben, úgyhogy magyarul szerintem ennek abszolút van értelme és létjogosultsága, úgyhogy én ezt is imádtam, hogy tök jó a címválasztás, meg szerintem a borító is kifejezetten figyelemfelkeltő. De akkor a sztoriról spoilermentesen. June és Athena mondjuk, hogy barátok, az egyetemen megismerkedtek írótársakként, és Athena befutott, June meg nem ez az alapkonfliktus igazából, hogy June ott kullog mindig a lány mögött, és, és próbál ott lenni, de igazából nem akar ott lenni, és nem is értettem az egész könyv alatt, hogy mi is vonzotta őket egymáshoz. Egy idő után én a részéről értettem, hogy oké, okay, meg egy csomó mindenkiből így kisajtolta úgymond a kis uh, történeteket, amikből ő aztán valami korszakalkotót képes volt csinálni, és akár novellákban, akár regényformában, de hogy így előhozta magából mások szenvedés történeteit. De hát tulajdonképpen, és ezzel most egy nagyon-nagyon picit így belemegyek a dologba, de még mindig nem árulok el semmi extrát, hogy tulajdonképpen minden író ezt csinálja, hogy valamilyen szinten a saját környezetéből, meg a saját társaiból, meg, meg a, az életéből merít, és ez, ez, hát benne van, én azt gondolom. Úgyhogy nem tudom, hogy a el lehet-e ítélni azért, mert, mert ő, ő ezekből az emberi történetekből egy irodalmi művet, vagy több irodalmi művet alkotott. Na mindegy, szóval Aténa sikeres, Jum meg nem. És igazából ennyi az alapkonfliktus, a nagy konfliktusa viszont a könyvnek az, hogy Aténa már a legelején meghal. Ebben semmi extra nincsen, ez benne van a fülszövegben. Hát az, hogy hogyan, hát szerintem az egy nagyon banális dolog, de eszméletlen, ironikus, és, és nekem egyébként tetszett. De, de az, hogy june mi történik ennek hatására, az viszont viszonyatosan érdekes, hogy ő ellopja Athena utolsó kéziratát amiről egyébként elméletben senki nem tud, aztán a gyakorlatban majd meglátjuk, hogy mik ennek a következményei, de igazából egyfajta ilyen kicsit, kicsit ez a bűn és bűnhődés érzésem is volt a könyvvel kapcsolatban, illetve konkrétan June karakterének változásával kapcsolatban, hogy elkövet valamit, oké, okay, nem egy gyilkosságot, de mégis elkövet valamit, és hogy ezután ő hogyan érzékeli maga körül a világot, és e köré a lopás köré, meg a plágium botrány köré épül ki a saját élete, és ez befolyásolja minden gondolatát, és folyamatosan olyan paranoid érzései vannak, amiknek egy része lehet, hogy valós, de ez tulajdonképpen mindegy, mert, mert tulajdonképpen ami az ő lelkében végigmegy, az egy nagyon érdekes folyamat, és szerintem így pszichológiailag azért ebben bőven van boncolgatni való. Én, én úgy éreztem, nekem nagyon érdekes volt ez az egész folyamat, ezt végignézni, mindazt, hogy June sikeres lesz, aztán, hogy a siker miatt, mert hogy ennyire felkapják a könyvet, amit ő megír, hogy ezt, mivel sikeres lesz, mennyire elkezdik lehúzni az emberek, amikor, tudjátok, vannak ezek a hype vonatok, amiket utána így fogják, és így, ja, hát ezt mindenki szereti, akkor húzzuk le. Na hát valahogy ezt éreztem Dzsung könyvével kapcsolatban is, aztán, hogy mik történnek még, te jó Isten, még egy dolog spoiler spoilermentesen, a thriller címkével ne foglalkozzatok. Szerintem egy kicsit sem thriller vonulat ebben a könyvben nincsen, tehát semmi nincsen, ami, ami erre alkalmas lenne. Van benne egy kis nyomozás, van benne egy kis para, de Isten igazából ez sokkal inkább paranoia, mint sem valódi para. Szerintem nem volt. Tudjátok, hogy én nem szeretek félni, én nem szeretem az ilyen könyveket. Higgyétek el, ha azt mondom, hogy ebben nem igazán van ilyesmi, vagy ha ilyenek a thrillerek, akkor lehet, hogy mégiscsak meg kéne próbálkoznom velük. Szóval szerintem iszonyatosan érdekes ez a könyv, csak hogy így tényleg ajánljam is nektek, hogy értsétek, hogy miért ennyire jó, hogyha még nem olvastátok. Benne van a könyvkiadásról rengeteg minden. Oké, okay, hogy alapvetően a nyugati oldalról, tehát hogy nem a magyar könyvkiadás mutatja meg nekünk de mégis egy olyan szegletét és egy olyan mélységet és olyan mocskot mutat be, amit szerintem elképzelni sem tudunk. Valahogy mindig azt gondoljuk, vagy nem tudom, én akárkivel beszélgettem, vagy nem merült fel az, hogy, hogy ennek az egésznek vannak negatív oldalai. Az, hogy milyen mocskolódás van, az, hogy, hogy mik alapján szelektálnak a kiadók, hogy, hogy ebben benne van a rassz, benne van az, hogy miről írsz, benne van az, hogy hogyan írsz, és tök érdekes, hogy a hogyan írsz, az valahogy így a végére csúszik ennek az egész listának, hogy nem az számít feltétlenül, hanem, hanem kb. minden más, és ezek iszonyatosan érdekesek, szóval aki szeretne ebben egy picit jobban elmerülni, annak kifejezetten ajánlom. Van benne azért nagyon komoly rasszizmus is, meg ellenrasszizmus is, azért azt gondolom, úgyhogy aki a társadalmi oldalát szeretné megfogni a dolgoknak, az is kap belőle. Van benne egy pici ebből a paranoid dologból is, tehát akit érdekelnek ezek az izgalmak, meg a cyberbullying rész, az is megtalálja magáit. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy tényleg szinte bárkinek fogyasztható ez a könyv, abszolút nem egy tipik csajregény, vagy semmi ilyesmit, tehát szerintem nemtől független is. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg a bárkinek kategória, és nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. Én imádtam, szerintem fantasztikus volt. És akkor spoileresen a történetről, kezdjük talán a rasszizmus kérdésével, mert talán ez az, ami a leginkább áthatja a könyvet. Szóval azért nagyon erősen benne van ott, amikor a könyvkiadóban beszélgetnek arról, hogy van már ázsiai szerzőnk, akkor ne toljuk ezt tovább sokkal, meg, meg van, aki már írt valami hasonlót, már mint ázsiai témában, akkor nem muszáj nekünk még egy könyvet kiadni ezzel az egésztel, majd ezt valaki más, valami más kiadó majd elviszi, hogyha arról van szó, hogy ez tényleg olyan jó könyv. Szóval kapásból el van ítélve az, hogy valaki ázsiai szerző. Miközben amúgy az is tökre kijött ebből az egészből, hogy pusztán legalábbis June oldaláról ez jött le, hogy pusztán azért, mert színesbőrű vagy, ázsiai vagy, teljesen mindegy, nem konkrétan a fehér ember kategóriájába tartozol, emiatt már egyfajta különlegességnek számítasz, és már sokkal több esélyed van arra, hogy kiadják a könyvedet, mint egy fehérnek ami szintén nagyon érdekes, és, és valahogy ez a kettősség így nagyon erősen megvolt a könyvben, hogy, hogy, egyszerre éreztem azt, hogy van rasszizmus, és ezért csak előjöttek a ténával kapcsolatban is a rasszista kijelentések, miközben June meg az ellenrasszizmust kapta, hogy fehér emberként miért gondolja, hogy kínai történelmi dolgokat írhat. Miért ne írhatna? Azt gondolom, hogy Julia Quinn is tökéletesen írja meg a Bridgerton sorozatot, annak ellenére, hogy a XXI. században él és alkot. Tehát, hogy nem csak Jane Austen írhat az ő korabeli dolgokról, hanem bárki szerintem. Vagy Bauer-barbarát is előhozhatnánk magyar vonulatban, totálisan kortás női szerző, mégis ír a. 56-os forradalomról, a 48-as szabadságharcról, a koronakészítéséről, szóval, hogy így bármit előhúzhatunk, miért ne írhatnánk erről? Oké, okay, magyarként talán ezek a magyar történelmi dolgok jobban elfogadhatóak, de szerintem bárki bármiről is írhat. A kedvenc szerzőm, Steve Berry egy csomó olyan történelmi nyomozós könyvet írt, amerikaiként, amihez alapvetően semmi köze. Mi köze van egy amerikainak manapság Nagy Sándor korához? Az ég egyet a világon semmi, nyilván nem élt akkor. Lehet, hogy valami felmenője valaha élt, hiszen hát annyi idő eltelt, de passzus, ne ezen múljon már. Alapvetően is azt gondolom, hogy ez az egész, hogy, hogy June megírta élete történetét, nem az aténás lopásról beszélek, hanem az első könyvéről, és bukás volt. Pusztán azért, mert egy átlag amerikai lány egy átlag rossz szociális vagy rossz érzelmi háttérrel rendelkező családból érkezett, és ez már így nem érdekel senkit. És ez az a kettőség, amiről az előbb beszéltem, hogy ha, ha ilyen fehér problémáid vannak, ilyen középosztálybeli, kb. semmi extra, de hát könyörgöm, lelki problémák. Tehát igenis beszéljünk róla, vagy írjuk ki magunkba, szerintem ez is abszolút rendben van, én imádom az ilyen lélektani regényeket, nekem a kis tüzek mindenütt az egy óriási kedvencem volt, ami konkrétan semmi másból nem állt, mint a fehérek drámáiból, de tök érdekes volt, és iszonyatosan fontos volt szerintem, hogy mi zajlik a kulisszák mögött, és egyébként én nagyon kíváncsi lettem volna csak egy pár gondolatra vagy részletre arról, hogy June mit írt az első könyvében, mert mindig csak annyit mondtak róla, ugye, hogy bukás volt. Szóval, hogy furcsa, hogy, hogy manapság már kb. ezek a könyvek ilyen 12-1 tucat, és valamit nagyon-nagyon jól kell csinálnod ahhoz, vagy nagyon-nagyon jó kiadónál kell, hogy legyél ahhoz, hogy annak ellenére, hogy a 12-1 tucat könyvekről beszélünk, annak ellenére ez bestseller legyen, és szeressék az emberek, és sokan olvassák. És akkor ugye itt jön be az, hogy de ha ázsiai vagy, vagy vagy, valami, valami egyéb, akkor megkaphatod a. a plusz figyelmet, megkaphatod azt a plusz úgymond hátszelet a kiadóktól, hogy jó, legalább különleges, legalább extra. És akkor itt most azt azért tegyük hozzá, hogy már az is eszméletlenül gáz, hogy ennek egyáltalán szóba kell, hogy jöjjön, hogy nem teljesen mindegy, hogy milyen a bőrszíned, miért ne írhatna, és ez az emberek legtitkosabb emlékezetében is tök jól kijött, hogy miért ne írhatna valaki szenegáliként egy jó francia regényt, miért ne működhetne, vagy miért ne működhetne az, hogy egy francia ír Szenegárról egy regényt. Miért kell ahhoz nekem színesbőrűnek lennem, hogy színesbőrű történelemről írhassak? Miért kell nekem ahhoz európainak lennem, hogy európai történelemről írhassak, vagy én európaiként miért ne írhatnék a Kaukázusról? Adott esetben most csak így mondtam valamit. Szóval nem értem, egyszerűen nem értem ezt az egészet, hogy, hogy miért ezen múlik, hogy milyen a bőrszínem, hogy miről írok. Azon múljon, hogy jól írok-e. És ez például Jungnál nem igazán jött ki, hogy ő most egyébként jól írt-e, hanem csak annyit tudunk, hogy nem vitték a könyvét. Viszont amit Athena munkájával megcsinált, az elég izgalmas volt, és ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez ekte lopás. És leginkább azért, mert teljes mértékig a magáénak tudta be ezt az egész munkát, és én értem, hogy ő megpróbálta végig megpróbálta áldozatként beállítani magát, amit én alapból nagyon-nagyon rühellek, hogy semmilyen szinten nem vállalta a felelősséget, és csak azon volt, hogy elkendőzze ezt az egészet, és hogyha szorult a hurok, akkor egy picit elsírta magát, vagy jaj, Aténa! Szóval, hogy így bedobta ezeket a szánalomkártyákat, szerintem guztustalan volt, hogy ő viselkedett végig. És akkor majd még a barátság kérdéséről is beszélhetünk. De hogy visszatérve erre az egészre, mm, nagyon-nagyon jól működött szerintem, mint szerkesztő és mint társszerző. De azt is nagyon jól elmondta a könyvben egyébként June saját magáról, hogy olyan, mint magától nem tudna előszedni semmit. Mint hogyha kellene neki valami háttér, valami kis, kis ha más nem, legalább körvonalak valakitől, mondjuk Aténától, de kb. a végére már ott tartottunk, hogy szinte bárkitől, mint hogyha kellene neki valamilyen támogatás ahhoz, hogy ebből egy jó regényt össze tudjon kalapálni. De hát ez, én azt gondolom, hogy akkor te egy nagyon jó szerkesztő lehetnél, vagy te egy nagyon jó korrektor lehetnél, vagy bármi hasonló, de nem feltétlenül nevezném ezt mondjuk írói tevékenységnek. Szóval én emiatt azt gondolom alapvetően, hogy ez egy lopás volt, semmi több, lopás volt, kihasználta az alkalmat. És nagyon érdekes az is szerintem, és akkor itt jön be Junnak a a karaktere és az ő fejlődése, ha lehet ezt mondani, de ezt így nagyon-nagyon nem merem ebben a formában, hiszen nem történt fejlődés. Tehát egész egyszerűen a nulladik pillanattól a legutolsó pillanatig azon volt, hogy kimosdassa magát ebből az egész szituációból, amiben saját magát kevert. Tehát ebbe senki nem rakta őt bele, ő nem egy áldozat, ő konkrétan elkövető és az elkövetett tettnek a következményeit viseli magán. A jót is, és a rosszat is. És hogyha tetszett a hírnév, akkor viseld el azt, hogy ebbe belebukhatsz. Ez ennyire egyszerűnek kellett volna, hogy legyen, és például Evelyn Hugo, aki szintén nem volt egy pozitív karakter, és ott már ez előjött belőlem, hogy annak ellenére, hogy nem volt egy jó karakter, tehát nem volt pozitív, effektíve, Mégis fantasztikus volt, mert megvolt az az önreflexiója, hogy igen, csináltam rossz dolgokat, de most beleállok, és elmondok mindent. Na hát John is elmond mindent, csak végig azt éreztem, hogy most adja magát. És ez borzasztó, hogy úristen, hogy ott tartunk, hogy a 21. században ebből úgymond lehet bármit is kezdeni, megcsinálni, hogy hát én áldozat vagyok, hát én nem tehetek róla, hát én csak, nincsen csak. Nincsen csak, és ez rohadt bosszantó. És ez nagyon bosszantó az egész történetben, hogy végig azt éreztem, hogy úgy megráznám a lányt, hogy én már magadhoz. Tehát, hogy a valóság, meg amit te megélsz, az két teljesen különböző dolog. És azért tegyük hozzá még ide ebbe a, az író vagyok, nem vagyok, szerkesztő vagyok, mi vagyok részhez, hogy Aténa... Úgy látszik, hogy ő szerette, amit csinál. Tehát, hogy ő tényleg azért lett író, mert belőle így jöttek ezek a gondolatok. És, oké, ezt is ismerjük el, hogy nem feltétlenül csak saját gondolatok, hiszen elmesélte nem tudom hány verzióban, hányféle embernek a történetét lopta már el ez a lány. De igazából ezt például nem biztos, hogy lopásnak tudnám nevezni, hiszen a legtöbb író, a saját életéből, meg a környezetéből táplálkozik, és ezt nagyon sokan bevállalják maguknak, és, és a köz elé is teszik ezt, hogy, hogy ez va van ilyen, tehát van, amikor benne vagy a sztoriban. Miért ne lehetne benne a szomszédom adott esetben a sztoriban? Szóval, hogy nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez, ez lopás. Igen, önös célra használja föl úgy, hogy a másik nem is tud róla. Igen, nem feltétlenül a legetikusabb gondolat, de hát Na, tehát mindegy, én azt gondolom, hogy ez azért még így belefért ebbe a történetbe. Az a része viszont tény, és megmásíthatatlan tény, hogy Aténa nem csak azért volt sikeres, mert félig kínai volt. Legalábbis a visszhangokból azért ez lejött. Igen, nagyon sokan utálták, pont azért, mert híres volt. De Colin Hoover éppen ebben a stádiumban van. Szerintem, hogy túl híres vagy, túlságosan sokan szeretnek, akkor most divat utálni. Miután Aténa meghalt, és kijött egy-két dolog, mégis mégiscsak megjelentek az utálói. Szóval, hogy ez szerintem így benne van, ez, ez, ez oké. Vagy hát, értitek, szóval elfogadható. Nem, nem elfogadható, mindegy. De June oldaláról nem éreztem azt, hogy ő azért ír, mert ön belőle így folynának a gondolatok. Hogy így az volt, hogy megvolt a terápiás írása, megírta élete nagyregényét, ami bukás volt. És pont. És értem azt is, hogy neki folyamatosan azt nyomták a családjában, hogy jaj, hagyjuk már, menjél, tanulj már valami mást, legyél ügyvéd, legyél gazdasági bármit, csinálj bármi mást, mert ez az írás, ez nem neked való. És amikor egész életedben el akarnak nyomni, hogy ne azt csinálj, amit szeretnél, az azért egy nagyon komoly dacot vált ki az emberből, és ezt, ezt, még így értem is. De, ha közben kimondja, hogy tulajdonképpen nem tud saját gondolatot megírni, anélkül, hogy ne legyen valami mankója, vagy hogy ne a saját életét írnál meg, ugye, mint ahogy a legvégén ez megtörténik, akkor egyrészt megint csak visszakanyarodunk oda, hogy akkor a na most miért volt hibás, mert a saját életét, meg a környezete életét elmesélte? Na de mindegy, a második, hogy akkor biztos, hogy nincs igaza a körülötted lévőknek? És még csak nem is az a lényeg, hogy igazuk van-e, hanem hogy biztos, hogy akkor ezt neked csinálnod kell? Főleg úgy, hogy menet közben is nagyon sokszor előjött, hogy mert mennyi pénzt fogok ezzel keresni. Szóval nem az volt meg, hogy úristen, ezt a történetet most mennyi embernek elmondtam, mennyi embernek okoztam drámai pillanatokat. Tehát, hogy nem, nem azt éreztem, amit én a kedvenc szerzőimnél érzek, hogy Oké, okay, igen, híres is szeretnék lenni, de a sztori a lényeg. De az a lényeg, hogy mennyi történet van még ott a fejemben. Hogy alig várom Kovács Krisztián harmadik könyvét, mert ott van benne a fejében egy csomó sztori, és ő ezt elmondta, és én várom, és nem arról van szó, hogy akkor ő most összeszedett valahonnan valamit, hanem az van, hogy jönnek ki belőle ezek a történetek, és ott van, és folyik, és hat folyjon. De nála. Nincs igazából ez meg, nincs meg az, egy pillanatra nem éreztem egy mondattal sem, hogy ő azért akar írni, mert ő, 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 ő belőle jönnek a gondolatok, mert ő neki ez a hivatása. Nem, én végig azt éreztem, hogy ő görcsösen ragaszkodik egy tervhez, amit ő kitalált, ami mindenki mással szembe megy, és ebből jól lehet élni. És ennyi, és ebben nem volt több, ebben nem hivatástudat tudat volt, hanem neki az írás, az konkrétan ugyanolyan munka volt, mint bármelyikünknek a munkája, amit egyébként csinálunk, pénzért. Úgyhogy egy percig sem tudtam azt érezni, hogy úristen ez a lány, hát ez küzd az életéért, igazából igen, de nem azért, hogy írhasson, hanem pusztán azért küzd, hogy több pénze lehessen. És így nekem egy kicsit elment a motivációja is emiatt. Aztán az, hogy küzd az életéért, ez a thriller téma, ez nekem annyira nem volt thrilleres, mert én nem éreztem ebben akkora történetet. Tehát tényleg sokkal inkább éreztem azt, hogy paranoia ez a történet, és jó, oké, okay, Candice ott volt a végén, és mégiscsak ő volt a gonosz, és mégiscsak aténa megjelent, úgymond, és, és valóban nem halucinálta a dolgokat, hanem, hanem ténylegesen valaki az életére tört, de igazából nem az életére tört, hanem egész egyszerűen csak el akarta mondani az igazságot ezzel az egésszel kapcsolatban. Oké, a lehetőleg bénább módszerrel, meg a lehetőleg parább módszerrel, de hát na, Istenem, drámaiság kellett a sztoriba. De igazából, tök szintén, én nem, 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 éreztem azt, hogy jaj, úristen, megmozult a függöny, most mi lesz? Szóval bennem nem volt meg ez, úgyhogy én, én nagyon mérges vagyok erre a címkére, mert ez alapján, ha én ezt elolvasom, hogy milyen címkék vannak rá, nem biztos, hogy a kezembe vettem volna. Szóval nem biztos, hogy érdemes ezekkel foglalkozni, és ez megint csak egy tök jó téma ide, hogy nem feltétlenül kell az alapján eldöntenünk, hogy más mit mond, vagy más mit gondol, hanem döntsünk a saját belátásunk szerint, olvassuk el, bármilyen könyvről legyen is szó, és majd az alapján eldöntjük, hogy tényleg jó könyve, nem jó könyve, melyik táborba fogjuk rakni magunkat, tetszik vagy nem tetszik. És igazából ennyi. És a már táborok, cyberbullying, nagyon durva, és annyira valós képet ad arról, hogy mi zajlik az interneten, és az a legkeményebb, hogy ebbe tényleg emberek képesek belerokkanni lelkileg hogy Úr Isten, most csúnyát mondtak rám az interneten, most akkor mi lesz velem? És igen, íróként vagy köztereplőként ez nyilván sokkal hatványozódottabb, mint egy átlagemberként, hogy most valaki lekövetett, vagy kikövetett, vagy hogy kell ezt mondani, kicsit boomer voltam, bocs. Szóval átlagemberként ezek kevésbé jelentenek problémát, hogy most valaki beszólt valamelyik telefon képernyője mögül nekem, mert én éppen szeretek valakit, akit ő nem, szóval nyilván ez engem kevésbé érint. De, de értem, hogy közszereplőként, íróként, hírességként ez, ez fontos dolog. Bár nem gondolom, hogy szabad ilyen szinten fontosnak lennie, és emiatt megint csak azt gondolom, hogy sokkal inkább ezt látta June ebben az egész íróságban, a szárságot látta ebben, és nem azt, hogy ő Élete célját valósítja meg. Nem szabad egész egyszerűen, és ez egy iszonyatosan fontos tanulsága szerintem a könyvnek, nem lehet, hogy te a Twitterrel kelj, és a Twitterrel feküdj. De legyen az Facebook, Instagram, YouTube, bármi. Nem lehet, hogy te Reddit, nem lehet, hogy te olyan gondolatokkal ébredj és kell, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Főleg úgy, hogy te egy alkotást Készítettél. Te csinálsz valamit. És az, hogy te milyen ember vagy, meg mit jelent a munkád, annak alapvetően is ketté kellene, hogy választódjon egy bizonyos szinten. És tudom, hogy egy bizonyos szint után erre nincs lehetőség, mert összemosódsz azzal, amit alkotsz. Bármilyen módon is. Persze. És ez, ez is rendben van egy bizonyos szintig. De az, hogy neked ez a magánéletedre ráhat, ilyen szinten, hogy belegolyózol, és napokig nem kelsz föl, és nem veszed fel a telefont, és stb. stb. Ez nem normális. Ez nem oké. Nem élhetünk ilyen világban. És ez vonatkozik arra is, aki kapja, meg arra is, aki adja. Hogy gondolkodjunk már egy kicsit, hogy tényleg a halálát kívánjuk egy embernek igazából csak azért, mert ellopott egy könyvet, egy nem létező könyvet egy egy majdnem elkészült művet. Azért ez egy kicsit erős. Én azt gondolom, hogy, hogy azért olyan szintű mélységekig képesek elmenni az emberek, pusztán azért, mert nincs face-to face kommunikáció, hogy psz, na, szóval szóval nagyon-nagyon durva mit megy a 21. században és. Nagyon jó az internet. Iszonyatosan imádom, hogy két kattintással bármit megtalálok. De hogy két kattintással összezúzhatsz egy embert, azért ezt is vegyük már figyelembe. Hogy nem biztos, hogy van ennek létjogosultsága, nem biztos, hogy ez, ez így rendben van. Mondom ezt én itt, nektek, a Youtube-on keresztül, de mindegy. A határokat kell megtalálni. Én azt gondolom, hogy nem gond, hogyha nem tetszik, amit csinálok, vagy bárki más, amit csinál, ír, stb. Beszéljük meg, mondd el a véleményed, és pont. De ne haragudjatok előre is, lehet, hogy ez bántó lesz, de nem fogok sírni azért, mert valakinek nem tetszik. Teljesen rendben van. Tök mást gondolunk a világról, könyvekről, személyekről. Nincsen ezzel az ég a világon semmi probléma örülök, ha tetszik, örülök, hogyha azért vagytok itt, mert tetszik, amit csinálok, de ha nem, ezzel sincsen semmi, de semmi gond. És ezt szerintem June nagyon nem tudta jól kezelni. Egyszerűen nem tudta függetleníteni magától, és nyilván persze, hiszen a személyét érték támadások, de nem biztos, hogy ez, ez, ez kell, hogy, hogy ilyen mélységekig érdekeljen bárkit, és mondom, a túloldalról sem biztos, hogy ilyen mélységekig el kell mennünk egymás szapulásában, pusztán azért, mert nem értünk egyet valamiben. Szóval szerintem ezt lehet normális keretek közé zárni, és ha már behoztam ezt a csatornát, imádom azt, ahogyan ti kommunikáltok ezen az egészen keresztül. Fantasztikus, ahogy beszélünk egymással, még akkor is, amikor nem értünk egyet. Azok a legjobbak. Amikor egymással úgymond vitatkozunk valamiről, de azért ezt annyira kulturáltan tudjuk megcsinálni, és ez egy tök jó példa erre. A könyv pedig a lehető legjobb ellenpélda, hogy hogyan ne csináljuk egymással a kommunikációt. Ha idáig eljutottál a videóban, akkor remélhetőleg tetszik, amit látsz, ha már erről beszéltünk. Mindenképpen nyomjatok egy lájkot, hogyha ez így van illetve írjátok meg a véleményeteket, és ez nagyon-nagyon hangsúlyozom, tényleg írjátok meg az őszinte véleményeteket, iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy mi gondoltok a könyvről, meg erről az egészről, amit itt összehadováltam már nem tudom hány perce, meséljétek el, hogy ti hogy élitek meg ezt az egészet, hogy szájbervilág, meg stb., mert, mert iszonyatosan fontos, hogy erről beszéljünk szerintem, és emiatt ennyire jó ez a könyv, beszéljünk ezekről a dolgokról, igenis legyenek előtérbe hozva, és egyébként még tudnék nem tudom hány témát, órákig tudnék beszélni erről a könyvről, úgyhogy ha van kedvetek, tényleg nyugodtan kommentben folytassuk, mert szerintem ennyi volt a tűrés határ mindenkinek. Rohadt jó könyv. Iszonyatosan jó ez a könyv, szerintem nagyon megéri elolvasni, tényleg eszméletlen sok mindenről lehet ezzel kapcsolatban beszélni, nagyon sok minden, sok sebet feltép szerintem, sok mindent ad ez a könyv, úgyhogy én, én imádtam tényleg, írjátok meg ti a véleményeteket, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom, de találtok itt egy videót is, amit meg tudtok nézni, hallgatni, illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra is. Én olvasok tovább, tegyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!